Akkor mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Magyar Asztronautikai Társaság nevében egy kis technikai bevezető és bemutató után, ami az ECHO-nak egy bizonyos speciális hangeffektusát adta elő. Az online résztvevőket is szeretettel köszöntöm. Kovács Kálmán vagyok, a Mantó elnöke, és nagy szeretettel köszöntöm a miniszteri biztosasszony dr. Ferenc Orsolyát, aki megtisztelt minket azzal, hogy a 2021-es űrkutatási napon arról a nagyon jó kis eredményről fog beszámolót tartani, és egy kis, remélem mindenkinek egy kis biztatást adni, hogy hosszú idő után, lehet, hogy talán először a magyar kormányzási időszakban van és lett parlament által elfogadott magyar űrstratégia. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lépés, és mutatja azt a dinamikus változást, azt a fejlődést, amit az egész terület, a kutatás és ahhoz kapcsolódó oktatás és ipar együttesen föl tud mutatni, vagy remél fölmutatni a következő évtizedekben. Bízom benne, hogy egy új időszaka kezdődik a magyar űrkutatásnak, amiben nagyon sok szerepe lehet a kormányzat, az ipar és a tudomány mellett az olyan civil szervezeteknek is, mint a MANT, és azt gondolom, hogy a MANT ennek igazi zászlóvivője lehet a jövő években. Erről szeretnénk majd a miniszteri biztosasszony előadása után egy kis kerekasztal keretében beszélgetni, hogy a MANT minden időkben, különösen a jövő időben mit tud tenni a magyar űrkutatásért, és milyen szerepet tud vállalni annak stimulálásában, annak élénkítésében, az űripar, az űrtevékenység, az űroktatás minden egyes szegmensében. Ezt követően pedig, miután idén a nemzetközi űrvilág is úgy tartja, hogy figyelmünket fordítsuk arra, hogy ezen a szakmai területen is egyre több, és igenis nagyon jelentős eredményeket elérő hölgyek vannak, akár az űrkutatás, akár az űripar, az oktatás és szinte minden területén az űrtevékenységnek, ezért mi is az idei űrnapot ennek szellemében tartjuk, és a következő blokkban, különböző területeken az űr... A léptető nincs itt, de majd megoldom. Feltéve, hogy lép. Tehát különböző területeken egy-egy előadót kértünk arra, hogy ízelítőt adjon annak a területnek valamilyen olyan szegmenséről, amit vagy ő kutat, ismer, tevékenykedik benne, vagy pedig arra érdeklődésre számottartónak tartja. És végül a harmadik részben pedig szeretnénk az idei év eredményeiről, illetve a tavalyi űrnaptól eltelt időszak, egyéves időszak eredményeiről beszámolni. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy sikerév volt, különösen a kis műholdak vonatkozásában, hiszen nagyon sikeres missziókat hajtanak végre a kis műholdjaink, és nem csak ezen a területen, hanem más területeken is előréléptünk. Ezekről lesz szó a harmadik, a záró blokkban. Szóval mindenkit szeretettel köszöntök itt a helyszínen és az online világban egyaránt, és szeretném átadni a szót miniszteri biztosasszonynak, Ferenc Orsolyának, hogy ahogy ígérte, az űrstratégiáról, erről a rendkívül fontos hazai kormányzati és ipari ági eredményről beszámolót tartson. Köszönöm szépen!